vágyaimnak az egyik beteljesülését jelenti. Életemben sok mindent próbáltam, hasonló területen is dolgoztam, képesítéseket is szereztem. Ezt most nem akarom felsorolni, a lényeg az, hogy jelen pillanatban 9 szakmával, diplomával és nyelvvizsgával rendelkezem, és akkor azt hihetnénk, hogy sérültségem ellenére, én mozgássérült vagyok, 100%-os születésem óta, tehát sérültségem ellenére nekem számtalan lehetőségem van. Nos, sajnos nem így van. Tehát sokszor ugyanazon a szinten van lehetősége munka terén, mint azoknak, akik semmit nem tanultak szinte, tehát akárcsak egy érettségével rendelkeznek. Én mégsem bántam meg, hogy ennyi mindenbe belevágtam, mert az élet így sok mindenre megtanított. És ahány szakma, annyi emberré vált az én is. Ezt volt, amikor tudtam hasznosítani, volt, amikor nem. Például maradjunk csak a média területén, a diplomámat is itt szereztem, tehát én diplomás elektronikus újságíró vagyok, ami azt jelenti, hogy tévés, rádiós szakember. Gyakornokként nagyon sok helyen megfordultam, fizetést ritkán kaptam és keveset. A Hello Rádió az egy különleges és egyben egy kihívás egy szuper kollektívával. Kihívás, mert azt hiszem, hogy fogyatékkal élő társaimmal még nem hallottam, hogy valakik rádiózásra adták volna fejüket. Műsorokat készítenek, műsorokat szerkesztenek, próbálják szórakoztatni a, reméljük, a érdeklődő és minél nagyobb közönséget, rádióhallgatókat. Két sportágban vagyok jelen, két sportágat űzök. Jelen pillanatban azt mondhatnám, hogy mind a két sportágban a világ élvonalában vagyok, az Európa bajnok. Számomra igazából Hello Rádió egy olyan rádió, ahol az életben tudok kimozdulni a fekete szürkeségből. Számítanak rám az emberek, mert igazából olyan munkát végzek, hogy én alájuk segítek valahol ott, hogy megvágom nekik a hanganyagot. A Hello Rádiót 2,5 éve ismerem, és közel 1,5 éve dolgozom itt. Kicsit bizony messze van, de nagyon megéri ez a változat, mert végül is a normális dolog az, hogy az ember dolgozik. Bármiféle fajta sérültség kapcsán, tehát legyen az látás, hallás, mozgás, vagy akár értelmi sérültség, hallani gyakran az akadálymentesítést, mint fogalmat. Én azt gondolom, hogy a sérült ügy ma Magyarországon elérkezett egy olyan stádiumba, hogy az úgymond sérültséggel élők is képesek aktív, kereső tevékenységet végezni, ahol ez az akadálymentesítés létrejöhet. A Hello Rádió, hát hogyha egy szóval kéne elmondanom, akkor azt mondanám, esélyegyenlőséget jelent. Mert önmagam lehetek ezen a munkahelyen, nem úgy, mint nevezzük külső munkahelynek.